A világ 7 természeti csodája közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok délnyugati részén Colorado államban található Grand Canyon, azaz Nagy Szurdok, mely egyike földünk legmonumentálisabb természeti képződményeinek. Kialakulása számos legendát, mítoszt és titokzatos történetet inspirált. Kalandorok, utazók és szerencsevadászok kutatták titkát, ám a kanyon csak hallgat és méltóság teljesen őrzi rejtélyét az elszálló évezredek felett. Egy régi indián legenda szerint a kanyon úgy keletkezett, hogy az ordistenek kővé változtatták az embereket, majd színes festékkel locsolták le azokat. Amikor a nap felkel az arizonai jégbolton, millió színben pompázik. Úgy, ahogy a millió kőbe dermedt ember lelke szenved a szabadulásért. Az itt élő Hualapa és Navajo törzsek leszármazottai még ma is szent helyként tisztelik a Nagy Szurdokot. Az erre járó idegen szeretettel és tisztelettel fogadják, és cserébe az utazótól ugyanezt várják el a Nagy Szurdokkal szemben. A Hualapaok, azaz a magas fenyők fiai 1883 óta élnek a rezervátumban, mely a Grand Canyontól egészen Las Vegasig terjed. A Hualapaok a szerbát törzsbe olvadtak be, akik már az 1300-as évek óta a Grand Canyon térségében folytattak nomád vadászó életmódot. 2000 főre tehető a térségben élő törzstagok száma, akik többnyire marhapásztorkodásból, erdőgazdálkodásból és természetesen a turizmusból élnek. A Navajo törzs tagjai jóval nagyobb számban vannak jelen a környéken. Ez nem véletlen, hiszen ők az Egyesült Államok legnépesebb őslakosai, és övék a legnagyobb rezervátum is. Érdekesség, hogy a II. Világháborúban a japánok elleni harcban bonyolultsága miatt a Navajo nyelvet használta az amerikai hadsereg a támadások levezényléséhez, melyet a japán kódfejtők képtelenek voltak értelmezni. A törzs legtöbb tagja manapság kézművészeti alkotásokból, ezüstékszerkészítésből és tradicionális szövésből tartja fenn magát. Az alkotásokkal a kanyonba látogató turisták is találkozhatnak a számtalan ajándékboltban. Hello. Hi. A Szurdok nagy része a Grand Canyon Nemzeti Parkon belül fekszik, mely egyik az első nemzeti parkoknak az Egyesült Államokban, és a világörökség részét képezi. Területe eléri a 2700 négyzetkilométert. Az első európai, akitől írásbeli feljegyzéseink vannak a Grand Canyon létezéséről, a spanyol García López volt 1540-ben. A 19. század 60-as éveiben John Wesley Powell geológus, az amerikai hadsereg őrnagya vezette az első tudományos expedíciót a földkéreg ellenyűgöző sziklaszorosába. Ez a vidék 1893-ban erdőrezervátumként került védelem alá, méghozzá Benjamin Harrison elnök hadhatós közreműködésével. 1908-ban Theodore Roosevelt alapította a Grand Canyon Nemzeti Emlékművet, és 1919-ben alakult meg maga a Nemzeti Park, melynek területét 1975-ben kibővítették.
A hatalmas területen számtalan kilátóból lehet megcsodálni a nagy szurdokot, mely lenyűgöző látványt nyújt. Az ide látogatók döntő többsége először a déli oldalról pillantja meg a több mint 400 km hosszú kanyont, amelynek a legszélesebb részén körülbelül 30 km-re van egymástól a két szem közti sziklafal. A föld legnagyobb kanyonja 446 km hosszú, szélessége 6,4 km-től 30 km-ig terjed. Mélysége a legtöbb helyen eléri az 1600 métert, de a kanyon még napjainkban is növekszik, változik. Nem kell geológusnak lennünk ahhoz, hogy a kanyon felkeltse az érdeklődésünket a kőzetek iránt. A szurdok alján található rétegek a föld történetének 1,7 milliárd évvel ezelőtti szakaszait fedik fel előttünk. A nagy szurdok kialakulása régóta fejtörést okoz a kutatók számára is. Ők sem tudják teljes bizonyossággal azt, hogy mikor és hogyan alakult ki ez a természeti csoda, melyet az irodalomban hosszú sebhelyként emlegetnek a föld arcán. Egyesek úgy vélik, a kialakulás több mint 10 millió évvel ezelőtt kezdődött. Más tudósok szerint pedig körülbelül 6 millió évvel ezelőtt, amikor a Colorado fennség megemelkedett, és bő másfél kilométerrel a tengerszint fölé magasodott. Majd a folyó és a szél elvégezte rajta a szobrászmunkát, és a fennség kanyonokká hasadozott szét. A legfrissebb kutatások azonban meglepő eredményeket hoztak, melyet 2008 áprilisában közölt az Amerikai Geológiai Társaság. A Grand Canyonnál végzett új vizsgálatok megkérdőjelezik azon hosszú ideje fennálló hiedelmet, miszerint a kanyont a Colorado folyó válta ki mintegy 6 millió évvel ezelőtt. A szurdok bizonyos részei ugyanis az új kutatás szerint több mint 50 millió évvel hamarabb keletkeztek, mint korábban hitték. Az újonnan talált bizonyíték azt mutatja, hogy a kanyon úgynevezett felső gránit szurdok része több mint 55 millió éves. A vizsgálatok bizonyítják, hogy az egész Grand Canyon nem jelenhetett meg csak úgy hirtelen 6 millió évvel ezelőtt a Colorado fennség megemelkedésével. Ehelyett a hatalmas szakadék egy sor ősi kanyon növekedéséből és összeolvadásából alakulhatott ki. Mostanáig a szurdok korát a Colorado folyó által lerakott üledékek alapján határozták meg, melyet a kanyont elhagyva a Meade folyó körül hagyott. Az új vizsgálat másfajta technikán alapul, mégpedig a sziklák korának megállapításán uránium, tórium, hélium datálással. Ezt a Kaliforniai Technológiai Intézet geológusai fejlesztették ki. A felső gránit szurdokba begyűjtött minták uránium és hélium mennyiségének lemérésével a kutatók meg tudták határozni azon időszakot, amikor a sziklák lehűltek, jelezve, mikor kerültek azok az erózió által a felszínre. Mivel a föld felszíne alatt a hőmérsékletek sokkal magasabbak, ezen hűlési mértékek segítettek a kutatóknak meghatározni, mikor voltak a sziklák mélyen eltemetve a föld alatt, és az eróziós erők mikor emelték fel azokat a felszínhez közeli hűvösebb hőmérsékletekre. Az eredmények azt mutatják, hogy a felső gránitszúrdok sziklái körülbelül 55 millió évvel ezelőtt kerültek a felszín közeli hűvösebb régiókba. Azt is kimutatták, hogy annak mind pereme, mind alja ugyanazon időszakban hűlt le, ami azt csugalja, hogy a szurdok korábban már létező kanyonokból alakult ki, melyek végül összeolvadtak, nem pedig egy fennségből jöttek létre. Egyéb friss kutatások beleértve egy az Új Mexikói Egyetem geológusai által végzettet, további kihívást jelentenek azon elméletnek, hogy a kanyont a folyó válta ki. Kiderítették, hogy a szurdok egyes részei körülbelül 17 millió évvel ezelőtt formálódtak, mely további adalékot szolgáltat azon elmélethez, amely szerint a kanyon egyes részei különböző időkben keletkeztek.
Bár vannak korábbi kanyonokra utaló bizonyítékok, a kutatók még össze vannak attól, hogy megismerjék a természetes képződmény teljes történetét. Az új elmélet azonban nem kérdőjelezi meg azt, hogy a Colorado folyó jelenlegi útja során üledéket kezdett maga után hagyni a Meade-tónál 6 millió évvel ezelőtt. A kutatók csak azt nem tudják, hogy a korábbi kanyonok össze voltak-e kapcsolódva, és mi is volt a Colorado folyó útvonala, mielőtt az elkezdte volna felhalmozni az üledéket a Meade-tó körül. Szépsége mellett a szurdok rengeteg veszélyt is rejt. A 19. század 70-es éveitől a kanyonban körülbelül 600-an haltak meg. Majdnem 50 halálozásról az esések tehetnek, 65 áldozatot tulajdonítanak a természeti körülményeknek, 79 látogató fulladt bele a folyóba és 25-en haltak meg kőomlás vagy villámcsapás miatt. 128 áldozatot követelt egy repülőgép szerencsétlenség 1956-ban. Még ha a kanyon mélyébe ugrás az öngyilkosoknak szinte biztos halált is jelent, az elmúlt 130 évben életüknek önszántukból csak 47-en vetettek itt véget. A Grand Canyon állat és növényvilága igen változatos, és nem mindenütt egyforma az éghajlat és a csapadékmennyiség. A nemzeti parkban több mint 75 féle emlős állat él, 50 különböző fajta hal és 300 különböző fajtájú madár. Az elmúlt 40 évben azonban folyamatosan a pusztulás fenyegeti a park élővilágát. A Glen Canyon Guard 1963-as megnyitása óta, mely a Colorado folyót szabályozza, hanyatlásnak indult az ökoszisztéma. A növényzet a kanyon alja felé haladva egyre ritkább, és 4 halfajta már ki is pusztult a szurdok alján már a csak csordogáló folyóból. Az egykoron meleg, iszappal teli kiszámíthatatlan sodrású Colorado vize hűvösebb, tisztább és nyugodtabb lett. Ennek következtében 2 másik halfajta is a kihalás szélére került. Az eltűnt és így a táplálékláncból kieső fajok pedig a kanyon teljes élővilágát megváltoztathatják. Ezért 2008 márciusában az illetékesek úgy döntöttek, mesterségesen elárasztják a kanyon alját. Erre a gát megépülése óta 2 volt alkalom. Először 1996-ban nyitották meg a gátat, hogy a mesterséges árvíz pótolja az addig elmaradt üledéket, másodszor pedig 2004-ben. 2008 március elején 60 órán belül több millió liter víz ömlött a folyóba és a szurdok aljába. Ám pár hónappal később ennek már a nyoma sem látszott. Az amerikai környezetvédő csoportok szerint a néhány évenkénti árvíz több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt, és a kanyon élővilágát csak úgy lehetne megmenteni, ha leállítanák az erőművet. Mivel azonban ez az erőmű látja el Arizona állam nagy részét villamos energiával, erre igen csekély az esély. A Grand Canyon eközben évente több mint 4,5 millió turistát vonz az év minden időszakában a világ 4 égtájáról. A lenyűgöző látvány pedig a természet hatalmas erejének tiszteletére tanítja az igazi utazót, bárhonnan is érkezzen. Még a park pereményét, éttermek, ajándékboltok és kempingek sem tudják felettetni az erre járóval azt, hogy a csoda nem megvásárolható. És amikor az ember elcsendesedik, és a szurdok aljáról a magas kőfalakra tekint, rájön, hogy érti a sziklák szavát, évmillió bölcsességét, mely méltóság teljesen magasodik fölé. Ekkor szembe jön egy terepjáró, és a benne ülő Navajo indián ököl helyett tenyerét felén fordítva int: pihenj meg, utazó!